Szép napot kívánok mindenkinek, köszönöm szépen, hogy eljöttek, és köszöntöm Önöket is a televíziók előtt, vagy az interneten. Ma Európáról, az európai magyarokról és a lúzer kormányról fogok beszélni. Amikor dolog van, akkor az ember nem foglalkozhat régi sebeivel, fájdalmaival. Ha jön a rettenet, már pedig most jön a rettenet, akkor vége az elemzés idejének, vége a magyarázkodásnak, akkor cselekedni kell. És hát most eljött az idő. Eljött a cselekvés ideje. Nem állítom, hogy először és minden bizonnyal nem utoljára, de most megint itt van. Azért jöttem, hogy segítsek megérteni Önöknek, Magyarországnak, hogy mit és miért kell nekünk itt tenni. Sokan, köztük nagybevű tudósok azt gondolták a vasfüggő lebomlása után, hogy a történelemnek egyszer is mindenkor a vége van. Hitték, hogy végleg győzött a demokrácia és a szabadság világa. Mi ezt úgy értettük, talán azért is, mert úgy akartuk érteni, hogy a szabad és demokratikus rend megteremti az általános jólétet és a felemelkedést, és majd ez sebezhetetlené teszi ezt az új rendet. Nyugodtan hátra dőlhetünk, nincs több dolgunk, minden a maga útján van. A történelem megy magától előre, mint az örök Moszkó. Ezek a jóslatok és ezek az értelmezések egy kicsit kényelmessé tettek bennünket. Megtalán óvatlanná. És ami a nagyobb baj, hogy azt hiszem, hogy legalábbis valamelyest érzéketlenné egy sorstanyorú gonddal és problémával szemben, azt hiszem, hogy itt ütemet tévesztettünk. Ha volt is hiba, ha volt is gond, azt mondtuk, hogy ó, hát ezek csak átmeneti nehézségek. Átmeneti bajok, majd minden megoldódik magától, csak várni kell. Ha mondhatják, hogy naívak vagyunk, és ez a legkevesebb, amit mondhatnak, és ha ezt mondják, azt hiszem, hogy igazuk van. Mert sem a demokrácia, sem pedig a szabadság nem sérthetetlen és nem elpusztíthatatlan. Lehet koptatni, lehet törni, lehet hajlítani. És nem csak azért, mert vannak rosszakaratú emberek, meg vannak zavarosban halászó politikusok. Igaz, ők is kellenek hozzá. Hanem mert vannak sokan, fájdalmasan sokan, akiknek a szabadság szinte semmi más nem hozott, csak bizonytalanságot, szenvedést és kitaszítottságot. Mert a csalódottak növekvő serege a hajtóereje minden olyan törekvésnek, ami szembefordul a másik ember tiszteletével, a szabadság szeretetével, a párbeszéd és a demokrácia kultúrájával, és az érthető. Mert aki torkig van a világgal, hát az lázadni fog. Miért lenne dühös az az ember, aki azzal szembesül, hogy a 10 éve kirobbant világgazdasági válságot elindító bankcsődökért felelős bankárok közül 10 év alatt senki nem került börtönbe. Pedig elherbáltak, elcsaltak több 100 milliárd dollárt. Miért belázadna az, aki azt olvassa, hogy a világ lakosságának kevesebb, mint 1%-a nagyon vagyon birtokol, mint a maradék 99 összesen. Én értem az ő lázadásukat. És mert az elmúlt 28 év nem kevés ilyen dühöt táplált, ezért ez a düh kiinduló pontja lett sok hamis, hőzöngő szövegnek, bázisa a mindent leegyszerűsítő, sokszor hazug populistáknak, a hatalommániákusoknak, az önkénykedvelőinek. Sajnos mi lassan értettük meg ezt a veszélyt. De hogy ne legyen félreértés. Nem temetni jöttem a szabad demokratikus világot, éppen ellenkezőleg. Harba hívja az országot, a magyar és európai embereket, hogy ezernyi nehézség közepette is küzdjenek és védjék meg azt.
mert egyedül a demokrácia adhat esélyt arra, hogy egyre többen éljenek emberi, normális, tisztességes életet. Nem azért, mert a demokrácia tökéletes. Mondják, hány tökéletes párkapcsolat van? Na jó, a maguké biztos az. Hány tökéletes munkahelyet, iskolát vagy kórházat láttak? Vagy akár csak közülünk is. Ki mondhatja magát tökéletesnek? Na ugye, nem sok kezet láttam. Szóval mi azokkal kívánom küzdeni, akik már temetik ezt a nyugati világot, akik szerint a második világháború utáni rend halott, akik szerint a nagy lázadás 1968 eszméi már a kívánatos múlté. Hát nem így van ez, hölgyeim és uraim. Szeretné ezt a lázadatot kelteni egy pár önmagát felkeltnek érző hatalomgőzös politikai proféta, köztük a magyar kormányfő. A magyar kormányfő, aki egyszerre játszik sámán dobon, majd másnap imádkozva térdel református templomban, ki keresztényként buzgón, mint buzgóban látogatja az iszlám országokat, ő ilyen. Aki azt állítja, hogy soha nem törekedett arra, hogy elhallgattassa azokat, akik nem értenek vele egyet, mindezt mondta azok után, hogy elfoglalta az összes megyei lapot, az Origót, vagy a Népszabadságot, csak hogy példákat mondjak. Tiszta erkölcs, tiszta gondolatok, egyenes cselekedetek, mondhatnák némi gunnyal, ennyit megérdemel, bár nem megyünk ezen az úton tovább. Csak rá szeretnék mutatni, hogy milyen észbontó erkölcsi romlottság, a gondolatok és tettek milyen kuszasága, a hazugság milyen orgiája jellemzi ezeket az embereket. És ők akarják megváltani a világot, új irányt szabni Európának és Magyarországnak. Na, ettől mentsen bennünket meg az Úristen. Mert hölgyeim és uraim, a helyzet valójában az, hogy miközben a kormányfő a nyugat halálát, a szabad, a demokratikus rend összeomlását vizionálja, addig a helyzet egészen más. Nézzünk pár példát. Franciaországot erős Európa párti centrista elnök irányítja. Így van? Így van. Németországot erős bal és jobb közép nagy koalíció. Így van? Így van, kérem szépen. Spanyolország kormányát szocialisták vezetik. És bár sokan várták, erről majd még később szólok, Svédországban a legutolsó választáson az európai ellenes populisták előretörését, a helyzet az, kik győztek? A szociáldemokraták. Ezek nem olvastak újságot? Ezek nem néznek televíziót? Persze lehet, hogy csak a sajátjaikat olvassák és nézik. Hát úgy nehéz lesz érteni a világot, drága barátom. Ja, mert hogy a populisták, az európai ellenesek szereztek pár százalék új szavazatot. Ez igaz. Ez lenne az európai világ vége. Az, hogy ezek a pártok kaptak 10 és 20 százalék közötti támogatást. Mint említettem, a svéd választáson a populisták áttörését várták. Végül mennyit kaptak? 17 százalékot. 17-et. Kevesebbet, mint nálunk a Jobbik. És mondják, úgy látjuk, hogy a Jobbik áttört volna Magyarországon? Ugye nem? Ugye nem? Összesen két országnak a 28-ból van Európa ellenes, populista kormánya. Sajnos az egyik a miénk. Sajnos az egyik a miénk. A másik lengyelországé. A mi dolgunk az, hogy ezt a szigetet lebossuk. Valahogy még Európánál nem szeretném önöket száraz adatokkal untatni itt egy egyébként kellemes szombat délután. De hadd mondjak valamit. Európa gazdasága 5 év óta folyamatosan növekszik. Az elmúlt években összesen 12 milliónyi új munkahely lőtt létre, több, mint ahány lakosa van Magyarországnak.
Nincs egyetlen olyan ország sem a 28 fős, 28 tagállamos számára a Európai Unióban, ahol ne csökkent volna a munkanélküliség és ne növekedne a foglalkoztatás. A fiatal korúak foglalkoztatásával még akkor is van gond, ha ezek az adatok is egyre jobb képet mutatnak. Bár hadd mondjak egy egzotikus példát. Magam sem tudtam. Utána kellett, hogy nézzek. Tudják-e, hogy az Európai űrprogram keretében 26 műholdat működtetünk közösen a világűrbe, mi 28-an, azért, hogy bennünket szolgáljon. Nincs egyetlen olyan ország, egyetlen se, a leggazdagabb sem az Európai Unióban, amely ezt végezünk meg. Valószínűleg egyet se. Erre képes az Európai Unió. Szóval legyen is olyan, ami összeomlott pénz szerintem, az a kormányfő józan ítélő képessége. Az tényleg összeomlott. Nézzék, az igaz, hogy van egy feszítő gondunk. Miként az előbb mondtam, vagy korábban mondtam, Európa szerte elfogadhatatlanul megnőttek a vagyon és jövedelmi különbségek. Szinte drámaian az utolsó 10 évben. Egyik oldalon töredéknyi ember, illetve családja birtokol milliárdos vagyonokat, keresnek évente 100 milliókat euróba. Másik oldalon pedig ott vannak 100 milliók, Európa közel ötöde, akik számára hónapról hónapra való megélés is iszonyatos erőfeszítést jelent. És akkor nem beszélünk azokról, akik még egyáltalán tudnak megélni, akik csak támogatnak ebben a világban. Ez probléma. Ez igazi gond. De hallották-e egyszer is a magyar kormányfőt erről beszélni? Megérintette őt a kilakoltatott 10 000 problémája? Megérintette őt az éjbérnél is kevesebbért dolgozó, kevesebbet kereső, otthonápolási díjon lévők személyes drámája? Nem. Tüntettek a parlament előtt. Jól teszik. A kvesztor károsultak tömegei, akik egy egész élet megtakarítását, vagyonát veszítették el. Nem, ő erről nem beszél. Ő harcol, de nem értük. Nem értük. Hanem saját téveszményért. Amikor a demokratikus koalíció, az európai párt, az Európai Egyesült Államok eszméjéről beszél, akkor egy olyan világot ajánlunk, amely megvéd bennünket. És nem csak az erőseket. Ahol nem éheznek gyerekek, ahol nem csak fizetést, de a megélhetést biztosító fizetést kap. Munkás, eladó, óvónő, tanár, orvos, buszvezető, nem folytatom. Ilyen világról beszélünk. Ahol nem lopják el közös pénzünket, a nemzeti vagyont. Szóval a miniszterelnök vele, sem senki más. Olyan Európát kívánunk, ahol a bűnt és nem a kormány ellenfelét üldözik. Olyat, ahol minden embert tisztelnek önmagáért, függetlenül származásától, bőrszínétől, politikai vallási meggyőződésétől. Csak egy kérdés van. Becsületese vagy sem? És nem a hite, a vallás és a meggyőződése. Mi ezt kívánjuk valamennyi magyar és európai embernek? A kormányfőnek az ellenkezőjét keresi. Mi az európai emberek oldalán állunk. Ő egy ellenük harcol. Ezért állunk egymással szemben, és ezért kell megküzdeni vele. Ha a kormányfő, ahogy ő mondja, a keresztény demokrácia nevében kormányoz, akkor muszáj megkérdezni. Hogy létezik, hogy a német keresztény demokrata, keresztény szocialista, európai parlamenti frakció 33 tagjából 29 Orbán ellen szavazott? Hogy létezik? Megvette őket is Soros? Hogy lehet, hogy a keresztény demokrata pártokat tömítő néppárti frakció kétharmada ugyancsak vele szemben szavazott? Élükön ezt a szavazatát előre bejelentő keresztény szocialista német frakcióvezetővel. Olyan kommunisták lennének?
Mert a Fidesz elnöke kommunistázik. De hát kérem szépen, például ezen a bizonyos szavazáson kire szavaztak a cseh kommunisták? Ő rá kérem szépen. Melyik az a párt, amely pártközi megállapodást kötött a kínai kommunista párttal? A Fidesz. És nem a kormányfő ölelkezett a nemrégiben Budapesten járt vietnámi kommunista párt főtitkárával? Hát akkor, nagy uram, két a kommunista, kérem szépen. Ó, hát ezt tudjuk, mindent a keresztény demokrácia nevében történik. Nézzék, egy pártnak lehet világnézete. Ez természetes, nekünk is van. De egy szabadságot a zászlajára tűző államnak nem. Nem. Mert az államot alkotó emberek mi? Akik nincsenek itt, akik nem értenek velünk egyet, azok különböző hiteket, meggyőződéseket, ízléseket követnek. Ez így van rendjén. A kormányzás célja nem lehet, hogy eszmei, szellemi nevelőtábort, átnevelő tábort szervezem bármely országból. És hogy világos legyen. Azok az országok, amelyek bármely hitet, mondom bármely hitet, az államvallás szintjére emeltek, azok kiszakították hazájukat a szabad nemzetek közösségéből. Bármely vallás, amely államvallásá lesz, a politikai hatalom, a politikai diktatúra eszköze lesz, és fundamentalistává válik. Bunkózbottá az állam kezében a vele egyet nem értők megsemmisítésére. Ezért kell elutasítani az állami szintre emelt vallási fundamentalizmust. Legyen az iszlám a keresztény. Hát szóval nem akarjuk, hogy az egykori legvilágabb barakból most meg a legszomorúbb szekta országává váljunk. Ez a helyzet. Ötés úr, hogy sűrű hónapok elé nézzük a nemzetközi politikában. Csak három dolgot említ. Nem tagadom, én meglehetősen nagy ellenszenvvel figyelem Trump elnök politikáját. Mintha az elnök nem értené, hogy Amerikának milyen kitüntetett és megkerülhetetlen szerepe van a világ biztonságának és stabilitásának fenntartásának. De két hónap múlva fél idei képviselő és szenátor választások lesznek, mint minden második évben. Azt remélem, hogy ez megteremti a lehetőségét és kényszerét is annak, hogy Amerika visszataláljon arra az útra, amely nélkül nincsen stabil világ. Egyszer. Másodszor. Hát nem tudom, emlékeznek-e arra a szerelmes fotóra, amikor ölelkezett egymással a török elnök Erdogan és a magyar kormányfő. Közeli viszony lehet ez. De azért megjegyzem. Mindaz, amit Erdogan csinál, és ami példaként szolgál nagyon sok esetben, hivatkozott példaként a magyar kormányfőnek, annak az a következménye, hogy az utóbbi egy évben a török lira olyan zuhanó repülésben van, hogy a lira elveszítette értékének felét, nagyjából úgy kell elképzelni, hogyha mi, magyarok, 325 forint helyett hirtelen 650-et kell, hogy fizessünk egy euróért. Mondják, mi történik akkor? Most ezt történik Törökországban, és most már imádkodik az elnök, hogy kérem szépen hozzák már be otthonról a párna cihában őrzött valutát, mert fognak a tartalékok is bajban az ország. Ehhez vezet, valaki azt csinálja, amit ő, magyar kormányfő barátja. Harmadik példám, március végén, ha csak valami csoda nem történik, én nem bánnám, ha történne, akkor a Brexit véglegessé válik, és a britek kilépnek az Európai Unióból. Ilyenek nem örülök. És akkor azt mondom, hogyha viszont kilépnek, akkor nincsen tessék-lássék megoldás. Akkor nem lehet kicsit, kicsit bent lakni. Akkor nem azért mondom, mert hogy rosszat szeretnék nekik, egyáltalán nem. Hanem azért, mert az Európai Unió az nem egy olyan sarki vegyesbolt van, bevegyünk, aztán leszedjük magunknak azokat a jogokat és kötelezettséget, amelyeket tetszenek, a többi fekvenünk a többiekre.
Lényeg előtt. Erre nem szólva. Ha valaki nem akar velünk együtt lenni, rendben van. De nem kell ebben engedményeket tenni, mert a bátorítani fog mindenki más, hogy ezt a kövessen. Ez a megjegyzésem. Ez a megjegyzésem nem csak a britekre szól, nem is igazán is. Szóval, hölgyeim és uraim, összefoglalva a fentieket, legyen világos, szerintünk Európa jövője nem az nemzetállamot Európája felé halad, hanem egy egységesebb, közös, nagy szövetségi állam. És ez jó. Igen, mi ezt hívjuk európai államoknak. Nem a nemzetek önállóságát, hanem a közös Európa cselekvőképességét és az ahhoz szükséges önállóságot kell növelni. Mondják ezt elegánsan, hogy nem nemzeti, hanem európai szuverenitás kell. De a szó arról szól, hogy közösen cselekszünk, vagy külön-külön. Egészen egyszerűen mondom. Egy britán erősebb, mint 10 ember külön-külön. A családi kötelék általában erősebb, mint a barát. Egy közosztályközösség többre képes, mint 20 csellengő fiatal. Igen. És persze, a családban, az osztályközösségben valami feladunk az önállóságunkból. De ebben nem kevesebbet leszünk, hanem többet leszünk. Így gondoljuk. Ezért kívánjuk a közös Európát, az Európai Egyesült. Ezért aztán élesen szemben látom a kormányfővel még akkor is, bár nem tudok, hogy ők emlékeznek erre, ha ő ellenzéki politikusként erről a kérdésről ugyanazt mondta, mint most én. Üzenem jobboldali publicista. Hát én is tudom, itt nem kollégák, nem barátok. Foglalkozás embereket. Ha a kíváncsiak, hogy a vonatkozó szöveg koltalában hozzak nyugodtan keresenek meg, majd meg. Jó, persze most már kormányon van, most már más mond. Hát igen, ahogy a szoktani mondani szokták, tudják, üléspont határozza meg az álláspontot. Na hát így történik az ügyet is. Szóval, érdemes nekünk menni egy másik ajánlat. A Fidesz szerint Európa most is tartó válságának oka a 2015-ben ránk zuhant, azóta is toboruló menekült válság. A kormányfő nem mond igazat. Hazudik. Európának annak gondjai, ahogy már korábban mondtam, a Brexit, az új amerikai politika miatt, tegyük hozzá, a putini Oroszország egyre nehezebben kezelhető partner, vagy ott van más-más okok miatt, itt a szomszédságunkban, Ukrajna, ez az elvonjában, hogy állam, ez említett Törökország. Ez egy komoly dolog, való. Én nem nyitatom, hogy 2015-ben volt menekültválság. 2015-ben. Akkor mindegy másfél millió ember érkezett Európába. Brutálisan nagy számít, akkor is, ha mi mindegy 500 millióan vagyunk. Igaz emberpróba volt. Örüljünk föl, a válság elmúlt. A válság elmúlt. Idén minden valószínűség szerint az Európába érkezők száma nem fogja meghaladni az 50 ezer főt. Nem akarom ezt bagatelizálni, de muszáj megjegyeznem. Nem is emlékszünk rá. A 2015 előtti úgynevezett normál években, ez időként több volt. Időként több volt. Ebben megbírkoztunk meg. Magyarországra tudják hányan akartak az elmúlt 8,5 hónapban illegálisan belépni? Naponta egy. Egy. Hát, hogyha ez válságba sodorja ezt az országot és ezt a kormányt, akkor az ennek a kormánynak a szégyene. Tehát a kormány, az előkormány, egy illegális határátlépő problémát nem tudja kezelni,
ott komoly intellektuális szervezés és államvezetési problémák vannak fővezetőben. Mondhatják persze, hogy a kerítés eredmények, de tegyük hozzá, lehet, hogy a kerítés megvédte Magyarországot a rajtuk áthaladni, nem maradni, áthaladni akaró tömegétől. Lehet, de hogy Európát nem védte meg, az biztos, hiszen csak megkerülték a kerítést. Nem állítom azt, hogy mi akkor a magyar emberek túlnyomó többségének a kerítés nem fokozta a biztonságot. Ezt nem állítom. Csak azt állítom, hogy olyan kerítés semmit nem oldott meg. Ami megoldott ezt a menetült válságot, az az EU-török megállapodás és néhány egyességpárt észak-afrikai országban. Az, ami miatt menetült válságnak vége. Látom, hogy elképet látom, hogy az a kormányfő, a magyar gondolók, ha nem tudnak, aki egészen eddig közös határőrizetet követelt, most, hogy kér is az erre vonatkozó hivatalos részletes javaslat, hirtelen szembefordult önmagával, és gyordososról beszél, akik a nemzetállamok kormányaival szemben, vagy be fogják engedni a bűnözőket, vagy a terroristákat. Kérem szépen, a szélkakas kővé vált Szirszi Sas a Fidesz elnöke. Van itt egy nagyobb propaganda, amiről talán őszintébben kellene beszélni, mint ahogyan mi eddig beszéltünk, és ezt akár fogadják el, én a jövődik. Talán mi is elolvasztottuk ezt a világos beszédet. Nem akartuk a sokáig úgy gondoltam sehol nemzeti vitát nyitni, és nem biztos igaz volt. Hazugság az országot, kerítéspártiakra, meg kerítésbontókra hoztak. Hazugság. Nincs olyan jelentős politikai tényező Magyarországon, aki kerítés kívánolta. Nincs. Hazugság. A kormányon szemben álló európai közvélemény. Döntéshozókat, azzal vádolni, hogy ők a bevándorlók Európáját akarják. Iszonyatos hatóság. Mert azért legyen világos. Vannak, akik azért jönnek, mert hazájukban életüket közvetlen veszély fenyegeti. Őket hívjuk menekülteknek. A menekültnek kezet nyújtani, ételt adni, biztonságban tudja, nem egyszerűen, mondom, nem egyszerűen nemzetközi jogi kötelezettség, de a legelemibb emberi erkölcsi kötelesség. Mi van? És persze vannak. Sokan, nagyon sokan a menekülteket meghaladó számban vannak, azért az életben nincsen közvetlen veszélyben, de hát rosszul élnek. Úgy hagyják távol, hogy Európában jobbak a keresetek, jobb az ellátás, jobb az oktatás, és ennyi jobbak. Ez egy másik kategória. Ebben az ügyben, az ő esetben, nekünk szabad döntési jogunk van, itt nincs erkölcsi kötelezettség, soha nem is mondanám. Itt érdekelni kell. Van-e szükség a tudásukra? Van-e szükség a szakmájukra? Tudunk nekik segíteni, úgy beilleszkedni, hogy nem lesz annak nagyobb a terhe, mint amennyi jót teszünk magunkkal. Ez tényleg elni kell, okosan. Akár darabonként, személyenként. Ebben az ügyben szabad a keze. Mindenkinek és minden államnak. A hiba nem. Azt is tudom, hogy a menekültek, mondom, a menekültek befogadás és kihívás. Tehát hogy be lenne az, kérem szépen? És örülünk, ha ilyen kihívások érnek bennünket? Hát magunk között nem. Nem örülünk fel a személyes életünkben, nem örülünk a munkahelyi konfliktusoknak. Szeretjük a nyugodt életet, de vannak dolgok, amikkel nem lehet elfutni. Itt van. Csinálni kell valakit legjobb emberi tisztességgel. Közben persze vitázni magunkra. Őszintén szólva. Egy önmagát erősnek tartó ország meg tud birkózni egy ilyen feladattal, ha akar. Ha akar, ha érti az erkölcsi emberi kötelességet. Tőlünk nyugatlan menetülteket azt, hogy a szöntés az, hogy hogyan fogunk tudni velük együtt élni.
egy hétben, hát láthatólag 3-4 országban már mindenki menjük. Hát hozzá nem vagyok. Az európai közösség túlnyomó többsége nem akarja lezárni hermetikusan. Nem akarja. Ezt a magyar kormányzó teljesen félreérti. Nézze még a választásokat. A svédtől, a németen, a francián, az olaszik. Az emberek 70-80%-a olyan pártokra adja le a voksát, 70-80%-a, amelyek azzal alapvetően egyetértenek, hogy a menekültekkel kapcsolatosan hatalmas és leláthatatlan kötelezettségünk van, a bevándorlókkal kapcsolatosan meg beszélgessük meg, hogy mit lehet és mit nem lehet csinálni. Ezt kérdezik a helyzet. Na persze, nagyon sokan hozzáteszik, és beszéljük hogy a tudjuk közösen csinálni, nem pedig külön-külön, mert ők a menekültekben, amikor kopognak az ajtón, nem bűnözőt látnak, nem terroristát látnak, hanem azt látják, hogy van egy ember élet, hogy meg kell tenni. Mi tartozunk ehhez az európai többséghez, a demokratikus koalíció, maguk az európai többségnek a pártján vannak, legyenek erre büszkék. És pártja van a kisebbségben. Mi van a többségben? És ez akkor is előtt kell adni mindenkinek. Amikor persze, tele van dilemmával a jó megoldást illetve, de abban nem, hogy megoldást kell találni. De persze lehet minden menetben kerítés álló bűnözőt látni. Mondják, mondják már. Találkoztak arabolvossal, szakrendelőben vagy kórházban. Voltak már kínai ételemben, vagy rendeltek haza kínait? Látják, amikor délutánonként, esténként a török hínozósnál hosszú sorok állnak? Szegényebbek, vagy gazdagabbak vettük átok? Szerintem gazdagabbak. Többek. Többek. Hogy egyébként ezzel van egy sokra? Persze tudom. Mindezek Európa állítólag semmi sem derül, kiderült, hogy mégsem nem erős. Szembefordult vele, saját pártcsaládnak a tudó többsége, mint tudjuk, az Európai Parlament jó hívhatnak. Így lehet szembenézni a párt és az állami médiával, a propagandával felépített hamis mitosz trafogatulásának. Itt nem egyáltalán esetben elmondolunk, kérem szépen. Mert az egy befolyása van, az épít, és az a többséget szerez. Azok 2005 végén iszonyatos vitának, drámai vitának, késhegyi menő harcban. Vitát folytatom az európai költségvetésről, hogy Magyarország a betervezetnél 300 milliárd forintot többet kapjon, az kevés. Ütöttük egymást. Másfél napig. Aztán amikor már minden határidőkül voltunk, már azért szünetel sok órája az Európai Tanács ülésében nem tudott megállapodni. A tanács akkor jelte Tony Blair, az akkori magyar miniszterelnök, akkor másnap hajnalban egymást elejébe csaptunk, itt ideje volt már, mert kezdett nyom kényelmetlen lenni Tony Blair csülés és csavarása. De oda jött, és azt mondta, hogy oké, Jose Buncsa, congratulations. Felnyert egy jó munka volt, gratulálok. És barátok lettünk. És amikor bejelentették hajnal 3-kor és 4-kor, hogy megvan a megállapodás az EU és Magyarország között, akkor tapsoltak. Mert most akkor tapsoltak, amikor kiderült, hogy megvan a kétharmados többség a szakértőjelentésnek. Ezért két különböző gazdagokja. Tehát ezzel szemben, aki csak lombol, és egy kisebbségbe szorul, az nem befolyásosnak hívják, hanem lúzer szájkosnak.
neki, nem mutatkozott a Tájékoztatóságnak. Ez történt Európában a magyar kormányzővel, aki európai elpolgárosodásában a kirgizmúval nomádi világjátékosra megfelelődnek. Ez rá meg. Kinek Kirgízia, kinek Brüsszel. De nincs sok személyes ajánlatra, legfeljebb megvetésre. Az utóbbiből mostanában sokunk neki. Magának kereste be, nekünk is hozza a bajt. Kis el. Mert amikor nem szájhőt kell, hanem mondjuk több pénzt kellene majd hozni Magyarországnak a Moszkvai EU-s költségvetési tárgyalásokon, na, hát majd akkor meglátjuk, hogy mire fog menni. Akarok már fogadni? Akarnak fogadni, hogy melyik kormányfő ért el jobb költségvetési pozíciót a 2006-os vagy a 2008-as? Elfogadjon azt. Ha nem a 2006-osra fogadnak, akkor veszíteni fognak. Úri ember pedig, hát biztos nem is megfogad. Szóval nem akarom szaporítani a szót, Magyarországnak lúzer kormány és lúzer kormány fia. Ez a helyzet. Mert ugye nem az a baj, hogy trottyosan a drágy, hanem az, hogy nagyon elég. És ezt azt sem akarja, ha valaki hazulárulózik, meg önmagát az országban azonosítja. Bár nem állható meg, ne arra gondoljak, hogy az, aki önmagát mással azonosítja, hát az egy bomlott politikai személyiség megnyilvánulása, talán tudatfasodás, skizofrénia. Gyógyulást kell kívánom ezzel a ponton a betegnek, a másik nem a hazai életében. Na, nem aztán lehet talált is emlegetni. Ja, hogy nem láttották meg az eredményt. Jó, de akkor fordítsuk a kérdést. Nézzük meg, hogy vajon hányan szavaztak a magyar kormányfő politikájára. Hányan? Pontos számokra mondok, 693-ból 197. Összesen 28%. Hilleres támogatást érez. Tehát a politika, ez a mentalitás, ez a kormányfő, az kiállítólag erős ember. Nem erős ember, hanem egy műszer. A demokraták undorát kiváltó párja, aki itthon lophat, csalhat, hazudhat, hatalommal tarthatja magát, de Európában elveszítette minden becsületét. Hát sosem a kormányfő az országnak, országvilág, de leginkább a viszintekben. Nagyon sokaik, nem javaslom az európai életre vágyó magyar embereknek, hogy az országvilág nagy kérdésében fogunk akkor sem az én. Ide van a küzdésnek és ide van az egyenes szó. Mi itt a demokratikus koalícióban nem vagyunk bátorok, de valamit nem lehetnek a szemükre. Nem mondhatják, hogy bármikor is elféle kompromisszumot kötöttünk volna bármilyen kérdésben a kormányzó párton. Sem politikában, sem másban. Nem mondhatják, hogy akár egy percig is veszik átfók, hogy hogyan kell vállást foglalni. De bizonyos szarvértek jelentésükében. Mert a tényleg tisztességes európai párt, az európai többséggel lévő párt. Igen, jól hallják, azt gondolom, hogy a demokratikus koalíció ma Magyarország leginkább Európa mellett elkötelezett párt. Nagyon hezitálunk, hogy akarom szavazni, mert bár önök biztosan nem emlékeznek. Mi 3-4 évvel kezdeményeztük az Európai Tanácsnál, az Európai Parlamentnál, az Európai Bizottságnál,
hogy jól megindokoltam, miért kell elkezdeni ezek úgynevezett hetes cikkek szerinti eljárás Magyarországon kapcsolatban. Mi nem azért gondoljuk ezt, mert most jött egy parlamenti vizsgálatosság, megkérdezettek az Európai Parlament őszintén szóval, mi magunkon is ezt gondoltuk és hivatalosan kezdeményeztük. Mert ez a dolgunk, mert régen megérett a helyzet arra, amit most Weber frakcióvezető mond, hogy Magyarországon a jogállam rendszer szintű lebontásának nagyon nagy kockázata van meg. Ez nem menekült kérdés probléma, ez egy élhetetlen, nem szabad, nem demokratikus, nem jogállami országnak a problémája. És ezért kell vele szerintem fölépni, nem a menekült miatt, kérem szépen, ez a fiú úgy hazudik, mint a viszonyulás. És már nem a saját pártodról beszélni, de egy megjegyzést használják. Az utóbbi hónapok hírei nem mondhatják, hogy dacára a csalódás keletű változásoknak nem öniszik meg pártunk egységét. Egyetemként a teljesen veszélyt. Nem mondhatják, hogy nem igyáztunk arra, amit nagy nehezen közösen megértünk. Nem vett bennünket szét politikai, szervezeti vagy bármilyen fajta vezetésválság. Ma úgy látod, a DK az ellenzék legegészségesebb pártja. Nem gondok nélkül, természetesen. Mi már követtünk egy hibát, volt a tévedéseink, de tisztességgel, bölcsülettel, közösen képviselünk valamit, ami kiszámítható, világos, és azt gondolom, hogy ez a haza érdeke. Ez a haza érdeke. Azt mondom, hogy továbbra is az európai magyarokat fogjuk képviselni, és a közös európa gondolatát velünk és értünk akarunk majd megfogni az európai Magyarországért. De ennek a szavazásnak van még egy nagyon fontos következmény. A nyugati kultúrkörben, a parlamentáris demokrácia világában nagyjából két dolog van, ami eldönti, hogy ki kormánypárti, ki meg ellenzéki. Az ellenzéki, aki nem szavazza meg a kormány programját, a kormányfő személyét és akkor kell a kormány összetételét, egyszer, másodszor, aki nem szavazza meg a költségvetést. Erről a két ügy, két fundamentumban nincsen kompromisszum. Lehet kompromisszum, való törvényben, nyugdíjban, de a kettőben nem. Magyarországon, ez egy különleges ország, úgy látom, hogy egy 32-es mostantól kezdve. Az, hogy kiszavazta meg ezt a jelentést. Mert őszintén szóval nem az a fontos, hogy kinek mondja magát, ki minek mondja magát, hanem hogy én cselekszik. Ez most ide. Mert őszintén szóval nem látni, ami zajlik ebben az országban, segíteni mindenek elfedésében, megakadályozni az Európai Uniót, hogy ha kell eddig hatékonyabb párbeszédben, ha kell az ország nyomásgyakorlással segítsen változásokat elérni, mert nem ilyen Európát és nem ilyen európai országot akarunk, ez nem változás kérdése. Vagy velük, a kormánynak, vagy az ellenzékkel. Nincs közép. Nagyon világos, hogy azok, akik ebben az ügyben segítkezett, nyújtottak a kormánynak, mert nem szavazták meg a jelentést, mert nem mertek elmenni, mert tartózkodtak. Ezek a pártok mostantól nem tekinthetőek a magyar ellenzék becsületes tisztességes pártja. Vagy azt is hozzáteszem, hogy valóban ebben, aki bennem volt helye, ingadozásnak is egy kiállásnak is. Nem volt helye. Azért nem, mert túlságosan egyszerű a kérdés. Egyet értesz azzal, hogy elrabolták szabadságunkat, lerabolták a demokráciát, hogy háborúznak Európával, egyet értesz azzal, hogy befogják a szávat, hogy szétszületik a kultúrát, hogy tönkretik az oktatást, hogy tőfősek, embertelenek, de nem folytatunk. Egyet értesz, vagy nem? Mit kell ehhez várni, ha itt érti az elmúlt 8 évben? Egyértelműen, erősen, világosan kell a kérdésében beszélni.
Nagyon jól elfogadok, hogy menjünk fele. Hát jó, elfogadás a kérdés. Mi a teendő? Elegánsan, bakudú. A Putinnal mostanában a brit miniszterelnök asszonnyal kevesebbet beszélgető kormányfő érdekében, mondjuk úgy, hogy stúdi gáty. Lehet, hogy majd van. Az elmúlt hónapok gondolkodásának és elemzésének alapvetően ez volt természetesen a fő kérdése. Ugye a Fidesz-szel szemben a sokaság, benne mi is, egyetértünk abban, hogy a demokrácia részletei mögött alapvetően egy diktatúra épült föl. A diktatúrához nem kell gulár, meg Hitler bajusz. Diktatúrához az kell, hogy uralkodó válja a nyilvánosságot, pénzügyileg ellehetetlenül az ellenzéket, megfordul a kormánnyal szemben álló civileket, az igazságszolgáltatás ellenfelé közvetítve a hasznához és a többi is. Ha valaki ezt teszi, akkor ez diktatúra. Bármilyen a kormány ezt teszi. Na most, akkor vagyok, hogy persze egy ilyen. Ha egy diktatúra, akkor ebből következik. De a diktatúrával szemben álló, látszólag parlamenti pártok nem tudják, ha akarják, sem tudják. Hatékony a képviselő választói. Nem egyáltalán nem, hatékony a képviselő. Nem ellenőrizhetik érdemben a kormányt, nem tájékoztathatják a választóikat, nem mehetik fel a versenyt a kormány propagandára költött 10 milliárdokkal, támogatóik jelentős része a megfigyelítés hatására sokszor néma és végül. Nem tudom, tudják, hogy ki vezeti a férfi tenisz megvalósítását. Nadal épp meg. Mondják, hogy ki a második? Féderer. Nagyon jó. Isten, de jó. Ha Nadalnak fele akkor ütőt adnának a kezébe, mint Féderernek, ahol szerint időzne. Féderer. Az a helyzet, kérem szépen, hogy a magyar ellenzék, a magyar ellenzéki nyilvánosság és közélet, azoknak az eszközöknek és a lehetőségeknek a töredékével rendelkezik, mint a kormány és a kormánypártok, és nem azért, mert nem elég tehetségesek, hogy elég szorgalmasok. Lehet, hogy valaki ilyen. De a alapvető konfliktus az elefáltó baj, és a diktatúra természetéből következik, hogy nem megfojtja, de folyamatosan folytogatja a leszemben állókat, akik nem egyszer energiáig jelentős részét csak adni a föld, hogy egyáltalán fennmaradjanak. A küzdelemben már elfog az előnek egy része. Lépésről lépésre elveszik eszközeik jelentős részét, hogy ne képviselhessük választóinkat sikeresen. Mindezelőtt ne felejtsék el. Áprilisban a Fidesz-szel szemben többet szavaztak, mint a Fidesz-szel. Ezekkel az eszközökkel is, ha úgy tetszik, fél nagyságú teniszidővel. Többen voltak velünk, mi győztünk ebben az értelemben. Ebben az értelemben. Na most, a legdrámaibb felismerés, amit én soha nem mondtam életemben, sőt, vitatkozom nem egyszer azokat, akik ezt képviselték, és az arra hagyok, hogy ez a diktatúra csupán parlamenti eszközökkel nem lesz látható. Nem örülök, ezt nem mondjam. Ezzel persze egyáltalán nem azt mondom, hogy nem tudom a parlamentben. Ha másért nem, mert ott még szabadon lehet valamennyire beszélni. Élemi párbeszéd persze nincs, az ellenzéket kutyába se veszik, de a parlamenti nyilvánosság az egy utolsó fórumban szabad szónak. Ez nem sok, de sokkal több a semminél, és ebben a helyzetben őszintén szóval nem hinném, hogy a nem nagy, de mégiscsak meglévő eszközről le kell mondani. És akkor mi lesz? Először is mondjuk egy újra, Brüsszel nem fogja látni ezt a kormányt. Sokszor mondtuk, ugyan.
hogy egy nagy nemzetközi gazdasági, pénzügyi, politikai válság forgassa a világot, benne Magyarországon is. Hát először is őszintén szóval a várakozáshoz nem a demokratikus koalíciókat kapják. A másokat pedig a tartalmi válaszom erre, hogy nyilvánvalóan nem akarunk felfoglást a világon és felfoglást itthonban. Miért akarnak? Ezért aztán jön a következtetés, körülnézve a világban, és látva a nagy eseményeket is, de sajnos komolyan kell vennünk azt a megalapítást, de a diktatúrákat lehet a parlamentek segítségével, de nem a parlamentek, hanem a szervezet népakarat szokta megmutatni. Ilyen szervezet népakarat mutatta meg jó két évtizede a belgrádi kormányt, nem is nagyon régen. Kajróban jutottak sikerre, utána egy éve, vagy sem, mostanában mutatják a kormányt. És hogyha Magyarország jövünk, akkor legalább három történést látunk, amikor nem is kormány buktatott a szervezet akarat, de meghátrálásra kényszerítette a kormány. Így történt ez az internetadó esetében egy nagy-nagy utcai demonstrációsorozattal, és két népszavazási kezdeményezés esetében, a vasárnapi portál esetében, az olimpiai esetében. A magyar kormányfő láthatólag a magyaron, nem tudom milyen más idegen nyelven kívül, még egy nyelven ismer csak. Ez az erőnyelv. Nincs mese. Sajnos önök nem tudják azt megtelíteni, és választók is önök, mint a nyugodtabb, boldogabb, nyugat-európai ország jelentős részeinek lakossága megtehet, négyben elmegy szavazni, aztán pedig a képviseletüket jó vagy kevésbé jó szívvel rábízzák a hivatalos politikusokra. Ott lehet a típusú képviseletet csinálni. Nálunk nem lehet. A szervezet népakarat megmutatása, a közvetlen demokrácia eszközének használatok ilyen szépen mondja. Mostantól kezdve nem jog, nem kötelesség, vissza kell venni a népnek a cselekvés felelősségét, ha időben be akar fordulni egy napot. Én pedig most kérek el a választóktól. Kérném, hogy tegyenek a hazaszolgálatára. Hogy fogadják el, hogy kényszerhelyzetben vagyunk. Önök nélkül ez nem fog menni. Nem fog menni, mert úgy ment tönkre az ország és annak politikai képviselő rendszere, amely képtelen kiszolgálni a választói akarat erőteljes, hatékony, képviselő igényét. És nem azért mondom ezt, mert ezt akarjuk, végképp nem azért, mert felfordulást akarok, hanem azért mondom, mert erre kötelez bennünket a megkonosodott diktatúrával szemben harc kényszere. Ha nem tesszük fel, akkor ezek sokáig önökünk maradnak. Igen, nemzeti demokratikus ellenállás kell. Az kell, hogy önök közül mind többen megmozduljanak. Szervezzék meg a szabadbeszéd helyi fórumait, a helyi hatalmasokkal szembeszálló akciókat, menjenek ki az utcára és tüntessenek, vagy gyújtsanak támogatást más hasonló akciókhoz. Segítsenek felvágni az országot, hogyha nem akar továbbra is békjóban élni, akkor meg kell mutatni az ország európai szabad többségének, hogy ebből elég volt. Minden keletkezésen élnek olyanok, akik torkig vannak ezzel a rendszerrel. Köztük tájékozott, okos, bátor férfiak is nők. Olyanok, akiknek nincsen félnivalójuk, de van vesztenivalója. Ez a legnagyobb veszteség, ha elveszik a hazát. Külön kell szólnom a mai 20 éveseket. Legyenek egyetemisták, hogy
meg kell kérdeznem benneteket itt távolról. Mondják, milyen országok akarok? Ilyet? Milyen életet kívántok gyerekeiteknek? Szabadok, mint Ausztriában? Angliában? Vagy inkább tilalomfák sorát és népbutítást? Mint a kormány, mint amit a kormány mai keleti barátainak többségénél láthattuk? Persze tudom én is sokszor figyelni elmenni. Értenélem. Rövid távon nyilván sokak életének az egyetlen megoldása. Nem csak úgy jöttem, hanem meg is értem a tüntőt. És tudom, hogy küzdeni kockázatosabb is nehezen. De ez a hazákot nem tudni. Ez a hazák. És minden azt szeretnék, hogyha gyerekeinknek is ez lenne a hazája. Most van szükség rájuk. Jobban, mint bármikor az elmúlt évtizedekben. Erre a generációra. Azokra a 20 évesekre, akik be fogják rendezni a holnap Magyarországát, és akik nélkül mi ezt a küzdelmet nem fogjuk tudni megküzdeni. Segítsetek, hogy Magyarország európai maradjon, és visszatér a szabadság levegője, ezt kérem nagyon sok évesektől. És már lehet, hogy nem foglalták tettére, én is azt mondom, hogy ebben a hiben mindenkit rendelezik változatot. Tényleg. A demokratikus ellenállás az nem egyik vagy másik ellenzéki pártnak az ügye. Ez nem a pártnak senki is terete. Ez a demokraták népi mozgalma. Persze, mi a demokratikus koalícióban tudunk segíteni, segíteni annak, aki kéri. De nem önmagunknak kívánunk támogatót szerezni, hanem a demokratikus közösségnek. Végül, drága barátaim, a közeledő európai parlamenti választás tétje, hogy Magyarország európai ország lesz-e, hogy a semmibe fogunk. Soha nem volt ekkor a tétje ennek a választása. Na, ez azon kevés egyike, melyével gyerekezők a kormányzőben. Éppen ellentes oldalról. Azért fogunk küzdeni, hogy az európai párti erők többséget szerezzenek Magyarországon is, dacolva a kormánypárt iszonyatos propaganda gépezetével, az Európa párti magyarok, az európai magyarok képviselői többséget szerezzenek. Európa megtette a dolgát, most mi jövünk. A fizetés vezetőjének európai problémával szemben a DK, az Európai Párt egy új, erősebb, egységesebb európai fog küzdeni. Olyan ért, hogy megvitték. A DK az európai magyarokat fogja képviselni a választáson. Adja meg a holnapot hívek. A vasárnapot. Holnap azon pártokkal együtt, melyek képviselői megszavazták a szavazati jelentést, azaz a demokratikus koalíció mellett az MSZP vagy a párbeszéddel tüntetést szervezünk délután 4 órára a temetőre. Tudsíva a támogatásokra, a jelenlétetekre, a kiállásokra. Nekünk is a hazánk. Magyarországért, Európáért is.